Tamás Áram gimnázium igazából a régi katolikus főgimnáziumnak a jótódja. Jezsuiták alapították az iskolát 1593-ban. Ilyen értelemben Székelyföld egyik legrégebbi iskolája, a Dudvarhelyszéken mindenképp a legrégebbi iskola. Egészen 1948-ig volt felekezeti iskola. Abban az időben még a római katolikus státus működtette az iskolát, és akkor 48-ban felszámolták a felekezeti oktatást, államosították az épületeket, ingatlanjait a státusnak és az iskolának, onnantól pedig állami intézményként működik a gimnázium. 90-ben vettük fel a Tamás Áron nevet, iskolánk volt diákjának a nevét. Nagyon jó, ha az ember olyan iskolában tanít, ahol fogékonyak arra, amit ő tanítani akar. Magyarul nagyon jó képességű diákok járnak az iskolában. Másodszorban pedig azért jó érzés, mert valamikor én is ebben az iskolában tanultam, és hát bizonyos fokig egykori önmagamat vélem felfedezni a diákokban. Számomra a Tamási Áron gimnázium tanulási lehetőséget jelent, mivel úgymond a napjaim felét itt töltöm, ezért egy támpontot, egy olyant, amire egész életemben majd hivatkozhatok. Egy monumentális konstrukciót, ami nem csak az épületre, hanem a benne mozgó 900, több mint 900 emberre is érvényes. Egy olyan tökéletesnek mondható gépezet, ami állandóan forog. Nem csak déli órákban, és nem csak reggel, hanem délután is mindig van élet. Az eddig itt eltöltött idő, az kinyitotta a szememet, megláttam a nagyvilágot, ugye szétnéztem, hogy merre fele lehetne tovább haladni, tovább tanulni. Az iskola szellemisége egy olyan, mint egy nagy fa, hogy mély a gyökere, nagyon mélyről nyúlik vissza, és folyamatosan rügyezik, folyamatosan jönnek az újak, jön az élet, miközben akik már a 12-ből ballagnak ki, tapasztalt, érett emberek. Azon kívül, hogy tudást szeretne a gyerekeknek az iskola biztosítani, azon kívül a másik nagy értéke az, hogy főleg napjainkban egyre inkább puhul a vaskalap, és egyre inkább kialakul a diákok között a barátság, és egyre inkább figyelünk arra, hogy a diáknak milyen a személyisége, hogy mit hajlandó befogadni, mire fogékony. Ebben az irányban megpróbálunk mi is változni. Mi úgy gondoljuk, hogy az a nevelésforma, amit évszázadokon keresztül sikeresen képviseltek elődjeink, azt most is a gyökereit legalább azt alkalmazni kell. Tehát az az értékrend, hogy az embernek a tudás az érték, az embernek a maga viselete, tehát ahogy viszonyul a világhoz, amilyen értékrendszereket alakít ki az iskola, az meghatározó. Egy egészséges szülőföld szeretetet és egy egészséges nemzeti öntudatot is adjunk a gyerekeknek. Mert a mai globalizálódó világban úgy gondolom, hogy ez egy olyan érték, amiben bármikor bele lehet kapaszkodni majd. Az iskolának az elmélet és gyakorlati oktatáson kívül van iskolaújság, suli rádió, néptánccsoport, van egy diákszínpad, ez a megfelelő kifejezés. De ez nem csak az iskolában működik, hanem ezt teljesen kinőtte magát az idén, októberben ünnepelte a 25 éves fennállását, és nem csak városszerte, hanem most már azt mondhatom, hogy országszerte is elismertek vagyunk, és országszerte részt veszünk rendezvényeken, színjátszó fesztiválokon, stb.
olyan szerintem a gimi is, mint egy nap. De a reggel, amikor az ember fölkel és túllöki magát ezen a reggeli hajcihőn, akkor elindul. Na, a gimi is pont ilyen. Minden nap belépsz a kapun, és van valami, amit rejteget számodra egy nap. Nem csak egy mozaikot az épületből, hanem valami teljesen újat. Legyen az órán, szünetbe, hogyha lógsz, vagy bármikor. Mindig van valami olyan, ami visszakapcsol ide. Akár 20 év múlva is lesz. Elsősorban olyan tanulókat várunk, és olyan tanulók jönnek ide, akik tovább szeretnének tanulni. 90%-a az itt végzett tanulóinknak az tovább is tanul egyetemeken, főiskolákon. Nagy részük önálló, bár ez az önállóság egy picit más, mint a régi világban. Tehát ma az azért mindenképpen benne van, hogy több mindent kapnak kézhez. Könnyebben elérik az információt. Tehát tálalva van sok minden. Sok mindenért nem kell olyan szinten megküzdeni, mint régebben. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb szempont az lenne fizikát tanító tanárnak, hogy megtanítsa őket nyitott fejjel, nyitott szemmel járni a világba, megtanítsa józan fejjel gondolkodni bizonyos jelenségekről, és megtanítsa nekik azt, hogy adott esetben azt az információt, amivel rendelkeznek, azt hogy az intelligenciájuk segítségével hogyan tudják kihasználni, hogyan tudják felhasználni. Tehát semmiképpen nem két lábon járó lexikonokat kellene a diákokból nevelni, és nem is lehet. Manapság már nem is lehet, és nem is kell. Székelyudvar egy csendes kisváros, sok lehetősége, sok érdekessége, sok szép látnivaló. Székelyudvar olyan, mint egy nagyváros, csak le van egyszerűsítve. Olyan, mint egy hangyaboly, csak nem egy egész hangyabolyt kell nézni, hanem csak egy pár darab hangyát, hogy együtt mozog.